Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Braier Péter. A Pirkadat mai vendége. Szücs Balázs lelkész, helyi politikus. Üdvözlöm a kedves nézőket, és hogy mérit csak neglizsébe, nem akartam kellemetlen helyzetbe hozni riportalanyunkat, aki zakó nélkül jött, és olyan kellemetlen lett volna, úgyhogy hozzávetköztem. Üdvözlöm Balázs! Jó napot kíván. Ön a polgármester, egyházügyi tanácsnoka, sőt az egyik alapítványban, a kerület egyik legérdekesebb alapítványában, a Csányi utca 5 be a felügyelő bizottság tagja is. Milyen büszkeség tölti el, hogy azért ez a kerület letett valamit az asztalra, a hetedik kerület? Egy, egy zsidó emléktárat. Van ilyen nagy Budapesten egyáltalán valahol még? Nincs, és nagyon büszke vagyok arra, hogy egy nagyon különleges múzeum született. Nem voltam vele mindig megelégedve, de aztán az eredmények és a mostani vezetés meggyőzött arra, hogy nagyon is valét jogosultsága ennek. Ez egy nagyon-nagyon különleges múzeum, ami Dombi Gábor zsidó helytörténész. Talált ki, és tulajdonképpen az ő ötlete volt ennek a megvalósítása, miért szerintem nagyon hálásak lehetünk. Ő egy nagyon különleges, úgynevezett életmód múzeumot szeretett volna létrehozni, amely Magyarországon egy van még ilyen életmód múzeum, kevesen tudják, ez a vendéglátóipari múzeum. Ennek az, az egyik jellegzetessége, érdekessége, hogy az életmód múzeumoknak, hogy nem kronológia szerint mutat be egy közösségnek, egy nemzetnek, egy csoportnak, egy szakmának a, a, történetét, hanem kiválaszt egy időszakot, és annak megpróbálja az életmódját megmutatni. És hát nagyon büszke vagyok arra, hogy Erzsébetváros város egy ilyennek ad otthont. Én azt gondolom, hogy ez Európában is egyedülálló, hiszen a Monarchia korabeli, 19. század vége, 20. század elején zsidó közösségnek, emancipációnak. emancipációnak és a zsidó közösségnek, az emancipált zsidó közösségnek az életmódját mutatja be. Ezen túl pedig egy nagyon persgő közösség és kulturális színhely is. Kedves nézőim, ez rendhagyó, amikor az ember egy politikussal, vagy akár egy helyi politikussal ül le, és pozitív mondatok hagyják el a száját, gondolatvilágát, Maradjunk még azért a helyszínen, hisz rendkívüli az, hogy a maga a közösség, az egész város, tehát nem a Szűk Hetedik Kerület vagy Belső Erzsébet város, hanem egész Budapest és környéke fölfedezi ezt a helyet, és egyre több rendezvényre, eseményre, mintha hazaérkeznének. Ez egy nagyon ritka dolog. Én is azt gondolom, és már csak annak fényében is, hogy a mind a három zsidó közösség magáinak érzi, ebben az alapítványban is mindenki ott van, mindenkinek a képviselője ott van, és én azt látom, hogy Lefkovi Zsófia, ennek a helytörténeti tárnak a vezetője, egy nagyon érzékeny, nagyon különleges és egy nagyon-nagyon pesgő kulturális programkínálatot nyújt mindenki számára, neki megtalálja magának. Van még ebben a, a kerületben egy nagyon különleges hely, egy zsidó származású művészről szól és az ő emlékét őrzi. Mit tud erről mondani? Sok ilyen van, nem tudom. Templom, ablakok. rót Miksára gondol Így esetleg? Rót Miksá pedig. Látják, kedves hogy... nézőim, egy helyi politikust is korán reggel rá lehet vezetni, hogy eszébe jusson, hogy kiről is van szó. Előbb-utóbb sikerül nálam is. Szóval, hogy ö, Rót Miksa, ö, pedig, én azt gondolom, hogy a kerület egyik büszkesége, egy olyan világhírű művészről van szó, szóval, aki. Nem az ország büszkesége, hisz aki zsinagógáknak, bazilikáknak, zsidó létére de. ilyen üvegmontázsokat tudott alkotni. Ez. És itt az országgyűlésben is van ö, ilyen, ö, ö, van munkája, gondolok itt a Fasori Evangélikus Templomra is, ott is vannak még Rót Miksa ö, üvegek. Szóval, hogy ö, én azt gondolom, hogy ugye az ő, ő munkásságát még Fényi Tibor ő, ő, ápolja. Ő Magyarországon, azt gondolom, hogy a Rót -miksa életműnek az egyik legnagyobb szakértője, kutatója és. Mint a... is, tulajdonképpen Más ez szem, a fő így területe. Van. Hosszú dokumentumfilmet készítettünk már vele, amit időnként levetítünk. E, mégis ez a két hely még sokan meglátogatják, de még nem a leglátogatottabb. Mit kéne ahhoz, hogy tegyenek, hogy, hogy sorok álljanak, mint mit tudom én, mint a terrorháza előtt? Én azt gondolom, hogy már most is nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek, hiszen Fényi Tibor is, Levkovi Zsófia is több utazási irodával, turista csoporttal, ügynökséggel vették fel a kapcsolatot, és ennek megfelelően nagyon sok látogató van már most is. Amit én mindenképpen fontosnak tartok, az nem csak város, hanem Budapestnek a turisztikai márkázása. Egy olyasfajta turisztikai stratégiát hiányolok Budapestről, ami azt gondolom az elmúlt 30 évnek egy nagy adóssága, hogy egy picit gondolkodjunk arról, hogy mit is gondolunk mi erről a városról, mit is gondolunk mi erről az országról, mit is gondolunk mi azokról a magyar zsidó és nem zsidó örökségről, arról a csodálatos római örökségről, arról a modern kori örökségről, és hát mindazokról a szégyenfoltokról is, ami a magyar történelemnek a sajátjai, például Erzsébetvárosban ugye a Pesti gettónak a történetéről. Én azt gondolom, hogy ezek nem jó turisztikai szakember, de azt gondolom, hogy ezekre a turisztikai szakemberekre figyelni kellene, és egy nagy budapesti turisztikai stratégiára, márkázásra lenne szükség. Én most elkezdtem egy közéleti beszélgetés sorozatot, aminek a ötödik alkalma az most lesz szerdán a Spinoza, Spinoza Színházban, március 6-án 18 órától, úgyhogy szeretettel várok mindenkit erre az alkalomra is. Ott pontosan erről fogunk beszélgetni, hogy Erzsébetváros múltja, az hogyan lehet a jövő építőköve, hogyan fakadhat egy nagyon-nagyon gazdag, nagyon-nagyon izgalmas és sokszor szomorú múltból egy nagyon peszgő, nagyon 21. század és nagyon modern kerület, hogyan tudjuk összekapcsolni ezeket a, ezeket a kulturális intézményeket, és nem biztos, hogy egy módosító javaslatban kell például egy Roma Holokauszt Múzeumról dönteni, hogy ez az egyik képviselőtestületi ülésen is történt, és fel is hívtam erre a figyelmet, hogy azért ez <laughs> mégiscsak egy olyan stratégiai döntés, amire szerintem mindenféleképpen átgondolást igényel. De hát az Alpár utca 4-ben nem tudom, hol tartanak most a tárgyalások az Emberi Erőforrások Minisztériumával, de egy Holocaust múzeum fog majd megépülni, Nem Esetben a múzeumokat nem elég megépíteni, a múzeumokkal dolgozni kell, a múzeumokban kutatásokat kell végezni, a múzeumokat fönn kell tartani, és láthatóvá kell tenni az érdeklődők számára. A utolsó mondatai már-már úgy tűntek, mintha augusztus végén járnánk, és javába kampányolna, hisz nem titok, hogy indul a választásokon. Mi szeretne lenni? Mindenféleképpen szeretnék a körzetemben újra elindulni képviselőjelöltnek, és hogyha a lakóknak a bizalmából ismét a képviselőtestület tagja lehetek, nagyon büszke lennék arra, hogy egy folytathatom a képviselői munkámat. És ha úgy alakul, és hogyha a pártok mögém tudnak állni, egy nagy budapesti megegyezés részeként, nem fogok elugrani egy polgármester elő sem. Addig még sokszor fogunk találkozni. Így van, és remélem, hogy ez a megállapodás ez minél hamarabb létrejön, de mindenféleképpen bárki is lesz ennek a végén, mellé fogok állni, és száz százalékban fogom támogatni. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában megpróbáltunk itt a pirkadatban egy politikai országos reggeli magazin műsorban, helyi képviselőket is bemutatni, és most sorra vesszük a különböző kerületek helyi képviselőjelöltjeit. Habár most még kampány, az csak az európai parlamenti választásokra indult el, de mi már előbbre vagyunk, tartsanak továbbra is velünk, már is jön a következő vendég.